videóztam. Ja, a kamera meg is érzi, már egy csík lement. Jó van. Hát mondjuk full HD 60 FPS megy. Már olyan sztár vagyok, bazd meg. Mondjuk a kerékpártúra videómat nem nagyon nézték meg. Úgyhogy maradok ennél a vonalnál, látom, meg akarok én változni, hát idegeskedés kell a népnek, azt nézik. Ugye ezentől olyan videók nem sűrű lesz, hanem. Akkor a vlogokat jobban nézik, mint a túra videókat. Föltöltöttem azt az 1 perc 25 másodperces videót, már 400-an megnézték. Aztán a kerékpár belaggolt ez az alkalmazás. A kerékpár videómat meg senki nem nézte. Akkor miről beszélünk? Már azt tudom, hogy ki nem csinált rólam paródia videót, vagy azért a nézettséget remélem, hogy belájkoltam Bajai, a Miskolci, most kis nézettsége lesz legalább neki, mert eddig nem nagyon nézik, senki, hiába van neki 3000 feliratkozó öltözben. Már azt tudom, hogy mondjuk nagyobb videós, mondjuk Herbi is csinált rólam videót, paródia izét. Egy nagyobb videós, miért nem? Akkor a sztár vagyok, basszátok meg, e-mailen is próbálkoznak fölbosszat, de hát azokat megtiltam. Hát volt olyan, hogy hát most délután csak meg nem szinten, már tiltottam az e-maileket, ugyanaz a stílus jött. Tehát ugyanazok a kép, hiába más névvel, ugyanaz az e-mail címmel jöttek, hasonló e-mail címmel. Hát ez kell a népnek, műbalhé, akkor ez kell. Igaz? Mit sírsz, itt vagyok. Egyél nyugodtan. Akkor a sztár vagyok, hogy már kis videósok kipéciznek engem. Csak az a baj a nagyokból senki, akit érdemben nagy felétek az a számot tudnék összeszenni. Ezek a picik, akikről nem érdemes videót csinálom. Erről se fogok. Azt mondja, hogy kiröhögöm, bazd meg az egész bandán. Hamarabb megnéztük, mint egy 40 perces kerékpártúra videót, ahol még egy őszike is volt a videóban. Fasz. Sok fasz disznó. Hülyék fasz. Ezt a videót a Rindben megnézni fogják nézni. Pár több, inkább lehet, hogy 5000-en is megnézi. De abból csak én jövök ki, jó, mert nézettségem van. A hülyéket meg bannolom. Meg mindegy. Facebookon meg senkivel se veszett fel a kapcsolatot, bocsánat László, tehát nem. Mivel ott voltál Fünkirelnek a live-jával, ezért nem fogok olyanokkal se dumálni, akik rólam parodiát csinálnak, meg olyan ellenséggel összeszűrik a levet, mint a románnal. Nem Fünkirel, már kimondom, mert úgyis tudjátok, kiről van szó. Úgyhogy így elbasztátok. Jó, ha jól vesz, minden hamarabb összegyűjtöm az összeget, hogy elhagyom ezt a Redbás országot. Nem a Redba az ország, hanem aki lakja. Ja. Sok, mocsok. Nem baj, azt parodizálják, akiből nézettséget remélnek, és belőlem nézettséget remélnek. Jaj, de jó! Sztár vagyok, bazd meg a kurva anyátokat, rohannátok meg. Nem tudok értelmes videókat csinálni, mert kutya se nézi meg. A műbalhé kell, az megy. De olyan, hogy izékből nem csinálok videót, ahol nem nézi meg senki, csak az a hülye Bajai be nem üzénő. Ki nem rakja a Facebookon. Küldik nekem a linket, bazd meg, hogy ezt nézzem meg, azt nézzem, mert csinálom. De figyelj, olyan kiakadós videókat nem csinálok, ahol nem lesz nézettsége, olyan videókat nem csinálok. De jó esik az eső, végre lehűlöm, olyan meleg van. Tehát a szobában mindenki van nyitva, mindent kitártam. Elméleti nem működni a kinek a kamerának, mert azt írja, hogy cseppáló. Hát most ki lesz próbáló. Még dörög is? Vagy csak a repülő? Na jó van! Oké, még működik a kamera.
Az előbb még nem esett semmi, de jó idő van. Baszki, már sem tudom, melyik ország részben meg nem említettek volna. Van Vas megyei, Péty, Baranyai, Szabolcsi. Vagy az Borsod, nem Szabolcsod, messze van egy picit arrébb. Határon túl is megemlítenek. Bazd meg, hol nem említenek meg? Csak az a baj, mindenki szatócsok ezek. Igen, a sztárság visz engem a sírba. Hú, de jó kurva cím ez.